Hölgyeim és uraim, ez itt a Mága Show, Magyarország exkluzív zenei szórakoztató műsora a szeretett hegedűsével és sztárvendégeivel. A stúdióban a gyönyörű műsorvezető Kapocs Zsóka és a házigazda a világhírű hegedűművész Mága Zoltán. Jó estét kívánok, ez itt a Mága Show. Köszöntöm Önöket ebben a különleges környezetben, itt a Duna Televízió műsorán. Show műsorunk mostantól két hetente minden vasárnap este elhozza Önöknek a magyar zenei élet sztárjait. Mindenekelőtt jöjjön műsorunk házigazdája, a világhírű hegedűművész, aki közel 100 országban képviselte már hazánkat. Fogadják nagy szeretettel Mága Zoltán! Uraim, köszöntöm Önöket itt a stúdióban, és ott van a képernyők előtt is. Nagy öröm számomra, hogy itt a Nemzet Televíziójában válthatom valóra a régóta dédelgetett álmomat. Különleges showműsorral fogjuk szórakoztatni Önöket kiváló művésztársaimmal és barátaimmal. Műsorvezető társam, a gyönyörű énekes színésznő, Kapocs Zsóka! Zoli, tudom, hogy nagyszerű produkciókat tartogatsz nekünk ma estére. A Primarius kamarazenekar kísér majd Farkas Pál vezénylésével. Így hát ne várassuk tovább a közönséget, vegye már is kezdetét a Mága Show. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk. Rendületes kezdés után következzen az idei év Eurovíziós Dalfesztivál magyar résztvevője és a legnagyobb slágere. A színpadon Wolf Kati! Nem tudtam, hogy az ember mindent túlél. Én nem sírtam, pedig engem eltörtél. Hol vagy, hol nem, a szívemben még
Imádom a hangot, Kati. Ezért a slágerért pedig bolondul a közönség. Gondolom, ezt mindenhol el kell, hogy énekeld. El, de nagyon szívesen is, mert már mindenhol velem éneklik, már inkább, mint a Vukot. Ide jutottunk. Most ünnepelted a születésnapodat, jól tudom? Hogy sikerült? Igen. Köszönöm szépen. Jó. Hogy ünnepelted? Hát aznap fellépésekkel ünnepeltem, de természetesen tudták a rajongók, nagyon édesek voltak, jöttek velem mindenhova, és mindenhol ének várt, és torta, és virág, és mindenféle. Jaj, és nagyon megható volt. És hát természetesen a családdal másnap. Családra azért a sok munka mellett jut valami időt? Jut, nagyon szigorúan tartunk időt arra, hogy jaj, de jó. Heti több nap csak a gyerekeké. És szoktak neked énekelni? Szoktak, meg én is nekik, igen, mindenki dalul otthon. Kati, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Most jöjjön az az énekesnő, akinek csodálatos hangja mellett voksolt az egész ország. Jó barátom, elképesztő hanggal érkezik Tóth Vera! A bánat, elnyűlt nagy kabát, rám nőtt lassan bőrömmé vált. Vakó szürkére színez, még jól sem áll, eddig hordtam, mégis jó lesz eldobni már. Sorsunk, mikor elhagy, mint hűtlen jó barát, csak állunk, s csodát várunk, míg nem pörget tovább. Aztán mégis újra indul, és új tüzet szít, egyszer újból velünk fordul, és végig repít. Körben víg el nem szédülünk, vagy áll és nem is mozdul, míg lassan elveszünk. Aztán mégis újra dobban, mi csendben veszít, apró láng is tűzharokban, és végig repít.
Zoli, a napokban érkeztél haza a Vatikánból. Milyen érzés volt őszentségének a pápának játszani? Életem egyik legszebb eseménye volt őszentségének, 16. Benedek pápának játszani. Fantasztikus érzés volt, hogy találkozhattam vele személyesen. Kisgyermekkoromban ez volt minden álmom, hogy egyszer a Szentatyával találkozzak. Mivel hívő ember vagyok, ez nagyon fontos volt számomra. Különös megtiszteltetés volt, hogy eljátszhattam, elindultam szép hazámból, gyönyörű szép népdalt az őszentségének, és végül, képzeld el, odaadtam a hegedűt ajándékba, amit nagyon-nagyon szépen megköszönt. És gyűrűcsók volt? Természetesen nem hagytam ki, és a gyűrűcsókkal kértem áldást hazánkra és családomra. Azért is szereti nagyon a közönség, mert nincsen olyan műfaj, amely benne lenne otthon. Most kóstoljunk bele picit az opera világába. Világhírű opera énekesnőnk, a Milánói Scala és a New Yorki Metropolitan sztárja segítségével. Ma este itt van körünkben a csodálatos mezzoszoprán, Komlósi Ildikó!
ne parle du monsonio. J'ai déché mon âme et les postillons. Oui, mais tout ça se lance. Et les vrais plaisirs sont à deux. Donc pour me tenir compagnie, je mènerai mon amour. Mon amour, notre diable, je l'aime à la patrie. Mon amour est très, très consolable. Oh, que les livres courent l'air. J'ai des galants à la douzaine. Mais ils ne sont pas en mon gré. Voici la fin de nos amis qui veulent m'aimer. Je l'aimerai qui veut mon âme d'apprendre et vous arriver au bon moment. Je n'ai guère que le temps de tendre car avec mon nouvel amour és uraim, egy kiváló embert köszönhetünk a színpadon, akivel már nagyon sok jótékonysági koncerten szereztünk örömet a közönségnek. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy olyan barátomat szólíthatom, akit az egész ország szeret és elismer. Jöjjön a Kossuth díjas, érdemes művész, a világhírű zongorista Szakcsi Lakatos Béla! Thank you.
Bravo! Jöjjön, drága Béla, foglaljon helyet itt nálunk. Szeretettel köszöntöm a stúdióban. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásomat. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Kedves Béla bácsi, olyan fiatalosan tartja magát. Milyennek a titka? Talán a zene? A zene. A zene, mert a zene az fiatalít. És ajánlom mindenkinek, hogy tanuljanak zenét, és járjanak koncertekre, és hallgassanak sok zenét, mert jó lehet testileg megöregszünk, de szellemileg, aki nem öregszik meg, az soha nem öregszik meg. A szellemet állandóan megújítja, és azok az emberek, akik sok zenét hallgatnak, sok zenekoncertre járnak, és a zenének a művészei, azok örök fiatalok maradnak. Ti, Zoli, ti ismeritek egymást, ugye ez mióta tart, honnan van az ismeretség? 2009-ben találkoztunk először a Budapesti újévi koncerten. Már régebben is, csak személyesen akkor találkoztunk. Akkor ezt mondtad, hogy barátságnak is, vagy? Mondhatjuk, hát nekem igen. Nagyon nagy megtiszteltetés, ha nekem, azt mondod, hogy barátom. Barátság, igen. Miért érdekel, hány éves kortól érdemes mondjuk a gyerekeket beiratni, zenélni? A Bartók ott már a mamája, mivel zongoratanárnő volt, már 3 éves korában tanította, tehát meg Mozart tudjuk, hogy mikor, meg az összes nagyobb. Ez sem lehet akkor tehát én azt mondom, hogy minél korábban, mert az a tévhit, hogy a gyerekek 7 éves korukig mindent sokkal gyorsabban megtanulnak. Ha már gyerekekről van szó, igen, van magának is két tehetséges zongora, igen, az gyermekek Béla... szoktak együtt játszani, és ők hány éves korban kezdték el először a zongorát tanulni? Fiatal korban kezdték el. A klasszikus zenét tanultak, és a jazz is, az improvizáció nagyon fontos, és a jazz zene, és az improvizáció. Ha nem kezdi el valaki 13-14 éves korába, akkor 16 a határeset, 17-18 éves korában már nem mer játszani magától. Ezért van, hogy a klasszikus zenészek sajnos kijönnek a zeneakadémiáról, főiskolákról, és nem tudnak maguktól játszani semmit, mert nem kezdték el időben az improvizációt. Pedig az a régen a 19.-18. században elképzelhetetlen volt, fontosabb volt az improvizáció, mint maga az, hogy játszik egy darabot. Meg szeretném kérdezni, ha jól tudom, ön mindig is büszke volt a származására, és fölvállalja a cigány származását. Így van, felvállaltam. 18 éves koromban voltam először tévébe, és azt hiszem akkor tájt volt az első interjúm, és én rögtön mondtam, pedig le is tagadhattam volna. A cigány zenészeknek milyen szerepe van ma Magyarországon az integrációban? Nagyon nagy szerepe van, sajnos elvesztettünk egy műfajt, a hagyományos cigányzenét, amit a Liszt szeretett, a Brahms és az egész világ, és erről volt híres Magyarország a magyar cigányzenéről. Ezt elvesztettük most, de helyette nyertünk, mert ezek tradicionális családok, ezek csak zenére mennek. Tehát hiába megszűnt a cigányzene, nincsenek éttermek, nem tudnak játszani, ezek csak zenészek akarnak lenni, és így tele van a zeneakadémia és a konzervatórium, mert özönlenek a cigány családok, ugye ezek 300 éve zenélnek. És most érkezzen egy meglepetős vendég, Dolhai Attila a Budapesti Operett Színházból. Szervusztok, jó napot kívánok! Szervusztok! Szervusztok! Attila, téged különösen boldoggá tett, azt olvastam, amikor megkaptad Miss Saigonból Krisz szerepét. Miért volt ez neked ennyire fontos? Én ezt a szerepet a Színművészeti Egyetemen már majdnem eljátszhattam. Kerényi Miklós Gábor tartott nekünk egy kurzust és egy vizsgát, és mindenki részt vett benne, ezért többen játszottuk a Krisz szerepét, úgyhogy nem volt lehetőségem ezt az egész szerepet végigélni, és most az Operett Színházban ezt most sikerült. De ezt egy kicsit nehezebb volt megformálni, valami ilyesmit olvastam, hogy nem ilyen szerepeket játszottál. Igen, nehezebb, mint amilyennek gondoltam. Tehát a szerep nagyon sokszor olyan, mintha tenornak kéne énekelni, és nagyon sokszor olyan, mintha egy baritonnak kellene énekelnie.
Ez volt technikailag igazán nehéz. A premieredre a feleséget szokott elkísérni, ugye? Igen, ő minden premierre. És a kislányaid? Ők még picik? Ők még picik, hát 2, 6 és 8 évesek, úgyhogy még nem. És szoktál énekelni nekik otthon? Nem, ők énekelnek. Ők énekelnek neked? És mit szoktak énekelni? Mindent, ami éppen eszükbe jut, vagy amit a iskolában tanulnak, vagy az óviba. De azért nálatok rendesen női uralom van. Szeretem, jó. Szerintem én mindenkinek tanácsolom, hogy legalább ennyi nő vegyek körül. Attila! 2009-ben te is ott voltál az újévi koncertünkön, több mint 12 ezer embernek szereztél örömet, hatalmas nagy sikered volt, és ott egy nagy slágert adtál előtt, méghozzá Béla bácsinak a szerzeményét. Te olyan sok műfajban kitűnő produkciókat szoktál adni, melyiket szereted a legjobban? Ez nagyon nehéz, ugye az előadó művész mindig azt szereti, amit éppen csinál. És én nagyon hálás vagyok a Béla bácsinak, illetve Kerény Miklós Gábornak, hogy ugye az előadó művészeknek van egy olyan vágyuk, hogy olyan dalok vagy olyan szerepek találják meg, amik az ő nevéhez fűződhetnek. És én kaptam egy olyan dalt a Szakcsilakatos Bélától. Megrendelte. Ezt a pulcos, amit az én nevemhez fűznek. Én is szeretnék egy ilyen művet. Jó. Szeretem, máshoz tuszkolják. Puccos taligán szállítmányoznák. Mocskos pénz, az az út, meg a hatalom dirigál, állj út a föld. Miért is fáradnál, hisz vonszol a taligás már. Hagyd, hogy forgasson a pénz, úgy is csak addig jut, míg az a taligás húz. Lesz még egyszer, majd én megmutatom, ha majd a bankot adom, olyat még nem látott a világ. Jössz majd hozzám házmesternek, de nekem akkor se kell a taligán. Majd én hazahozom hófehér limuzinon, a buksza nem lesz soha lapos. Gyütment volék, nem szégyellem, de se baj, én nékem nem kapós az após. Ő is ugyebár gyütment volt nemrég. Riszrosz fuvaros, most meg istenség. Bámul majd bizonyán, nagyra török én ezután megmutatom. Gyorsan érek fel, nem vagyok gyalog ember. Sígy, sugy, felvett majd a pénz, kellek már mindjárt én, gazdag leszek is kész. Ő meg csak néz, majd én megmutatom, mi az a lakodalom, olyat még nem látott a világ. Jössz majd hozzám házmesternek, de nekem akkor se kell a taligán. Majd én megmutatom, mi az a lakodalom, olyat még nem látott a világ. Jössz majd hozzám térden csúszva, de nekem akkor se kell a taligán. A világ. Jössz majd hozzám szakmák lesni, de figyelj! Addigra már ilyen bazi szivart szívok, addigra már én vigyorgok minden falon, én
címlap leszel. Addigra már nyalhatsz a post. A színpad most Magyarország egyik legkiválóbb tenorjáé, aki sohasem feledte, hogy Erdélyből indult, aki a Bánk Bán operafilm sztárja lett, és aki már biztosan ott lesz 2012. január 1-én a budapesti újévi koncerten. A színpadon Kisbé Attila! Most újra Mága Zoltán következik, akit az idei évben Prima Primissima díjra jelöltek, méghozzá a magyar népművészet és közművelődés kategóriában, aki most egy olyan melódiával érkezik, amely nem csak a fülünknek, hanem a lelkünknek is szól. Thank you.
Folytatódik a Mága Show. Vendégünk lesz Erdei Zsolt. Itt lesz velünk Zséda. Dolhai Attila és Vágó Zsuzsi. És énekel Kapocs Zsóka is. Ez itt a Mága Show, a Duna Televízió zenés szórakoztató műsora, amely két hetente minden vasárnap garantáltan mosolyt csal az önök arcára. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy elfogadta meghívásunkat az a sportoló, aki nemzetközi sikereivel öregbítette Magyarország hírnevét. Fogadják nagy szeretettel jó barátomat, Erdei Zsoltot! Nagyon jó formában vagy, Zsolt, teli vagy energiával. Mit teszel érte? Hogy vagy manapság? Lassan, valóban jó formában is kell, hogy legyek, hiszen várom a következő mérkőzésemet, ami egyelőre még nem dőlt el, hogy mikor lesz, de nagy valószínűség szerint december közepén. Ez egy komoly mentális felkészülést igényel, gondolom azért. Azt is természetesen. Ugye most én egy amerikai promoternél vagyok leszerződve, úgyhogy az elkövetkezendő mérkőzéseim, amik lesznek, azok most már valószínűleg mind Amerikában lesznek. Mivel még nem tudom, hogy ki lesz a következő ellenfelem, így nem tudok sok mindent elárulni. Nagyon bízom benne, hogy egy világbajnoki címérkőzés lesz. Valamelyik világszervezet világbajnoka ellen kell majd megmérkőznöm. És hát ugye én most már idestova 2009 novemberében szereztem meg a világbajnoki címet, aztán lemondtam róla, úgyhogy most már idestova másfél éve cím nélkül vagyok, de még mindig veretlen, úgyhogy remélem, hogy sikerül majd a világbajnoki címet visszaszerezni. Én azt kívánom, hogy nagyon sokáig legyél veretlen. És igaz a hír, Zsolt, hogy jövőre be szeretnéd fejezni az ökölvívást? Igen. És mi lesz azután? Szeretnék gyerekeket oktatni, szeretném az ökölvívásra egy kicsit megszerettetni jobban az emberekkel. Én azt gondolom, hogy ha majd megnyitom az Erdei Zsolt boxiskolát, akkor nagyon sok gyerekkel fogok tudni majd foglalkozni, akikkel meg fogom szeretetni, és szerintem ez arra is jó, hogy egyrészt levezessék a gyerekek a fölösleges energiájukat, másrészt pedig eljöjjenek a képernyő elől, és megmozgassák magukat. De üzletemberként is megállnád a helyedet, és úgy tudom, hogy ilyen terveid is vannak. Természetesen, hiszen nem gondolom azt, hogy edzőként, edzői fizetésből meg fogok tudni élni. Valóban üzlettel is foglalkozunk, ásványvízzel. Az nagyon jó dolog. Igen. Legyen nagyon sok magyar ásványvízünk. Igen, van nagyon jó. És ez is magyar ásványvíz, a feleségemről kapta a nevét, úgyhogy... Wow. Na, hát igazán ezzel pedig megpróbálom meghálálni a feleségemnek azt, hogy van nekem. De igazából nekem elsősorban a box az, ahol én otthon érzem magam. Tehát én leginkább a ringben, a ring környékén, esetleg mondom, a gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Meg nem csak kizárólag a gyerekekkel, lehetnek felnőttek is, lehetnek hobbisták is, lehetnek lányok is. Ha már üzletember leszel, szeretnék neked eljátszani egy gyönyörű szép filmzenét, méghozzá Keresztapából a fő betét dalt. Hát nagyon bízom benne, hogy tetszeni fog. Köszönöm szépen.
szépen. Hogy történt a produkció? Köszönjük szépen. Milyen zenéket szeretsz? Nem volt szokatlan, mert ugye Zolit hallottam már többször is, ott voltam az újévi koncertjén is, úgyhogy fantasztikus volt. Szeretem. A hegedű az egyik kedvenc hangszerem, a zongora és a hegedű, ők ketten. És hát ez bámulatos, hogyha valaki hegedűn tud játszani, úgy szeretnék én is tudni rajta játszani. Hát igen, vagy bármi a hangszerem, az csodálatos. Zsolt, hogy van a kis Viktorka? Apukája nyomdokaiba fog lépni? Ezt nem tudom. Hogy a nyomdokaimba lépe, az biztos, hogy jól van, mert rossz. Jár judózni, jár úszni is egy kicsit, hát csak úgy egy kicsit, mint ahogy egy 5 éves gyerek, nem kell túlságosan őket megterhelni, csak hogy egy kicsit mozogjon, mert akkor, ha hazajön este, akkor egyáltalán nem fáradt, és képtelen elaludni 10:30-11-ig. A fiam is így van ezzel, valamikor éjfélig is fönt van, azaz. De képzeld el, nálunk úgy történt, hogy amikor megszületett a kisfiam, akkor már egyből kezébe adtam a vonót. Egy évesen már megkapta az első hangszerét, és hála Istennek már 3 éves korában beírattuk zeneiskolába, azóta gyönyörű szép népdalokat is játszik. Tényleg? Igen. De majd gyerekről beszélünk. Készültél valami meglepetésre. Én nagyon jól tudom, hogy hamarosan 5 éves lesz a kis Viktorka, hamarosan lesz a születésnapja. Így van. Boxkesztyűje biztos, hogy van. Az van. De hegedű? Hegedű. Hegedű? Az nincs. Az nincs. Készültem egy gyönyörű szép kis ajándékkal. Ne, komolyan. A Viktor a Viktorkának muzikális. Szeretném sok szeretettel, tiszta szívből átadni. Boldog születésnapot kívánok a kisfiadnak, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és megtiszteltél bennünket. És azt kívánom, hogy még nagyon sokáig vidd jó hírét hazánknak, és kisfiadnak jó egészséget. És reméljük, hogy valaha, valamikor meg tudja szólaltatni. Fú, fantasztikus. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Köszönöm szépen. Köszönöm még egyszer. Nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, a show már is folytatódik egy elegáns és igazán különleges francia sanzonnal, aki előadja Magyarország egyik legkedveltebb és méltán egyik legnépszerűbb előadója. Zsédenyi Adrien! Les yeux qui font baisser la mienne, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme à qui j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle de tout bas. Je vois plus en rose. Il me dit des mots d'amour, d'amour de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Il n'est pas de bonheur. Dans le jeu de la bonne. Mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui se perd sur la place. Les ennuis de chambre s'effacent. Heureux, heureux, à mourir. Je bois la bouillon rose.
je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui Gyere, foglalj helyet. Ez csodálatos volt. Zséda, több karitatív ügyhöz is adtad már a neved, ezt lehet tudni rólad. És most olvastam valahogy, szociálpedagógus szakon végeztél az egyetemen. Engem felmerült bennem az a kérdés, hogy te mi lennél, ha nem zenész, hanem énekesnő? Remélem, hogy énekesnő minden körülmények között. Igen, nagyon érdekelt a dolog, és a Cotton Club és a szóló karrierem között elvégeztem ezt a szakot, de soha nem dolgoztam szociálpedagógusként, de ahogy mondjátok, nagyon sok szívügyem van, olyan társadalmi ügyek, amik mindannyiunknak nagyon fontosak, az emlőrák ellenes küzdelem és a családon belüli erőszak ügye ugyanúgy, mint ahogy Zolival. Én nagyon jól tudom bizonyítani is, hiszen a 100 templom jótékonysági koncert sorozatban jelentős szerepet vállaltál, rendszeresen ott voltál és segítettél, és persze örömet okoztál a zenéddel. Nekem. Honnan is jött ez az indítatás? Nekem volt öröm részt venni veled, és gyönyörű helyeken jártunk, fantasztikus emberekkel ismerkedtünk meg, ezért is nagyon jó volt, és azt gondolom, hogy ahol te ott vagy, ott tényleg csupa szívemberek jönnek össze. Zséda, az igazi dögös csaj, az erotikus hölgy után hogy jött az életedbe, a Mici Mackó? Igen, ezt is ez a különös nyár hozta, a Mici Mackó, a Disney Mici Mackó fő címdalát énekelhettem el, és még egy gyerekekkel kapcsolatos dolog történt, mégpedig a Tiszta Szív című dal készült el a Cello Foundation felkérésére, ez egy alapítvány, gyerekek javára, gyerekek megsegítésére készült a dal, és a gyerekcsatornákon már látható. A könyvvel is elkészültünk, ami egy új dolog az én életemben, egy Zséda 2012-es kiadvány Zsédával a városban. Egy amolyan stílus kalauz, kedvenc helyek, gyerekes programok. Jaj, de jó pofa. Köszönöm szépen. Apropó gyerek, a kisfiad Nimrod látott már koncertezni? Természetesen látott többször is, ezt a dalt is nagyon szereti, és nagyon jó, nagyon szereti a zenét, mindenféle zenét, de az olyan jó érzés, amikor az én dalaimat énekli, hogy hihetetlen. Te egy bombázó, gyönyörű, szép, erotikus hölgy vagy. Persze ezt csak azért merem mondani, mert jó barátságban vagy a feleségemmel. Nem féltékeny a férjed rád? Mi nagyon régóta vagyunk együtt, és nagyon jól ismer engem, tud különbséget tenni a szezon és a fazon között. Úgyhogy nem féltékeny. Nem féltékeny. Zséda, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és nagyon sok sikert a könyvedhez. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Most pedig következzen az Operett Színház legújabb nagy sikerű produkciójából, a Miss Saigonból a híres szaxofon duett. Előadja Dolai Attila és Vágó Zsuzsi. Itt ahol csak veszthet a szív, minden út a semmibe hív, a végső órán, így leltem rád. Mind abból mi most hullik szét, s tegnapig egy világ volt még, tűnő árnyék, őriznek én. Nem kell már félned, csak ölelj. Szól egyetlen árva szakszofon,
simogat, oly nagy, oly végtelen, kettőnkhöz szól. Kettőnkért sír egy szakszofon, hát ölej át, csak még egy tánc, s ne bánt, ha közben széthúl a világ. Létezik egy másik világ, hol fontos vagy, hol senki sem bánt, elvisznek én. Hová vinnék? Földrészi ország lesz új hazánk, itt vagyunk vágydalmat, szégyen gyászt, nem rémi többé a múlt, és vár ránk az út, úgy szól. Kettőnkért sír egy szakszofon, hát ölej át, csak még egy tánc, s ne bánt, ha közben széthull a világ. Látod még örökké kettőnké, hajtunké kísér, míg szól. Színpadra szólítom azt a színésznőt, aki Karinthy Színházban futó Karádi estje mellett egy másik önálló produkcióval, a Thália Színházban futó Nini Kamikáze kabaréjával is büszkelkedhet. Most a Chicago című musicalből hozott el önöknek egy dalt. Színpadon Roxy Hart, Kapocs Zsóka! Jó és rossz híre égig szám.
ehhez, hogy belehallok. Felveszek egy táncos fiút is, aki emelget, és mosolyog rá. Nem, nem, két fiú kell, a sokkal jobban keresztbe fogok. Keresztbe akartam mondani. Nagy banyom, Roxy, felveszek egy egész fiú bandát. Én pedig imádom a közönséget. A közönség meg imádja, hogy imádok. Én pedig imádom, hogy imád. Szóval, hogy mi így imádjuk egymást. Egyébként ez mind azért van, mert egyikünket sem szerették gyerekkorában. És ez a showbiz! Wow! Yeah! Világa után folytassuk egy speciálisan magyar műfajjal, a szívemnek oly kedves operettel. Ehhez bevezetésként szóljon a Hullámzó Balaton tetején című virtuóz remekmű.
És most színpadra szólítom azt a kiváló operaénekesnőt, aki Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből énekli a Messze a nagy erdő című dalt, a Budapest Táncművészeti Stúdió tánckarával. Jöjjön most a Magyar Állami Operaház szólistája, Frankó Tünde! Thank you.
És most következzenek a Budapesti Operett Színház tárjai, az Öröki fiú Oszfald Marika és partnere, a népszerű Peller Károly. Kétszer füstös vígan húzza, bizsereg a csárdás. Nincs jobb dolga a füstösnek, a tizedik már a ráadás. Ringó, vágó, csengeri, virág és angyalom. Gyurja, gyurja, csengda, magám letáncolom. Ringa, senge, zsöfő állat magadhoz csaj. Hét a tárban, itt szent álladik hagy. Jajjajjajjaj, ringa, vár, csenger, virágot tánc, ne várj. Lesz nem hagyjuk abba, de nem csak jár, csak jár. Hogy hány óra édes kicsen, te ahhoz ne vagy. Hey! Sampok a rúgra, szöpnyádat riszálj. Hogyha elmész a városba, furcsát látni fogsz ott. Járnak ottan tántorokba, trottakúk meg faszok. De csengerben más a módi, karcosban a pezsgő. Túros Júza meg felkőt szab, attól esik jól a rezgő. Ringo, váló, csenger, virág, kis angyalom. Gyurja, gyurja, csengem, magam letáncolom. Ringa, zsenge, zsöszke, válad magad, hosszúj! Hét a tárban, nincs szem nálad, ihaj! Csujajajajaj, ringa, váli, csengeri, virámat, tánc, ne vár! Ezt nem adjuk abba, de nem csak jár, csak jár! Bocsány óra, ényes, kicsen, te azt ne vagy! Hey! Csapok a rúgra, szoknyádat rizálj! Uraim, köszönjük, hogy ezt az estét is velünk töltötték, és minket választottak. Két hét múlva újra találkozunk, ígérem, hogy felejthetetlen élményben lesz részük, hiszen itt lesz velünk két élő legenda, akik valaha egy párt alkottak. A Mágasó örömére újra együtt áll színpadra Töröcsik Mari és Bodrogi Gyula. Adásunkat újra nézhetik a www.mágasó.hu weboldalon. Ezzel a hangulatos fináléval búcsúzunk, viszontlátásra! Viszontlátásra!